Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám pénteki napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Zirc határából, a Kardos rétről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Zirc határában, a Kardos réten, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És most tulajdonképpen azt a túrámat fogom folytatni tovább, amit én az ezt megelőző videómban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videót is. Köszönöm szépen! Akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek, Zirc határában, a Kardos réten. Jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem, most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én a továbbiakban arrafelé fogom folytatni az én kis túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom nektek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, így hát szépen fordulok is egy 180 fokot, amúgy ott van egy kút, tehát ott van egy kút, ahogy látható ezen a felvételen, és akkor én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból jöttem, arra felé van Zirc, tehát abban az irányban van Zirc, és én az ezt megelőző videómban konkrétan abból az irányból jöttem, és amit látható ezen a felvételen, ez nem más, mint maga a Kardos rét. Tehát ez itt, ami itt látható a felvételen, ez nem más, mint maga a Kardos rét, ami Zirc határában található. Zirc városa pedig konkrétan arra felé van, és én abból az irányból jöttem. Így hát a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen már fordulok is egy 180 fokot, és folytatom tovább a túrámat itt, a piros sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem! Csak előbb lehajolok itt a vizemér, azért a vizet azt nem hagyjunk itt, mert akkor szomjan halunk, és akkor folytatom is tovább a túrát, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát haladok tovább befelé a Cuha völgyébe ezen a pénteki napon, és akkor itt el is kanyarodok mindjárt jobbra, utána meg majd hirtelen balra. És akkor itt már kanyarodok is jobbra, átkelünk itt a Cuha patakon, tehát szépen átkelek itt a Cuha patakon tulajdonképpen, tehát itt szépen át is kelek a Cuha patakon, amúgy a Cuhapataknak itt van a fahídja. Hát a mai napon még többször át fogok térni ezen a Cuhapatakon, tehát többször át fogok fölötte sétálni, vagy éppen rajta, vagy rajta, benne a vízben, tök mindegy. Na, gyerekek, és akkor itt meg hirtelen balra kell kanyarodni, tulajdonképpen, tehát a továbbiakban nem arra felé kell haladnom, hanem itt mindjárt hirtelen balra be is kell kanyarodjak, így hát csinálunk is egy balra kanyart, ahogy láthassátok ezen a felvételem.
és akkor én a továbbiakban konkrétan arra felé folytatom a túrámat, tehát arra felé haladok a továbbiakban, arra felé folytatom a túrát, és akkor ha már úgyis itt pörgök körbe-körbe, akkor megmutatom nektek konkrétan azt, hogy én abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és akkor a továbbiakban arra felé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem, és akkor én már haladok is tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a mai kis túrámat, haladok tovább itt a piros sávon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És itt mindjárt be is érünk a erdőbe, ott, ahol már hűvösebb idő lesz, úgyhogy kellemesebb hőmérsékletbe fogunk gyalogolni, mint itt a tűző napon. És akkor itt már megyünk is befelé az erdőbe tulajdonképpen, és valójában haladok befelé a Cuhabölgybe. És itt halad amúgy a piros sáv túraútvonal, ha még nem mondtam volna. Tehát itt halad a piros sáv túraútvonal is, és én is itt haladok befelé az erdőbe, illetve be a Cuhabölgybe. Na, be is jöttünk ide az erdős részre. Hát itt már is jobb a hőmérséklet, mert itt már sokkal kellemesebb, mint kint a tűző napon. És ugye a túrámnak a hátralévő részében végig itt az erdőben fogok gyalogolni, úgyhogy kellemes lesz a hőmérséklet, remélhetőleg. Mondjuk jó, így is úgy is fogok izzadni, tehát tök mindegy, de azért mégsem mindegy, hiszen ugye nem a tűző napon gyalogolok, hanem itt bent a hűs erdőben, azért óriás a különbség, óriási a különbség, mert ugye, hogyha az ember a tűző napon gyalogol, ugye az izzasztóbb tud lenni, illetve fárasztóbb is, meg több ugye a vízfogyasztás is, hogy a tűző napon gyalogolunk, de itt benne az erdőben kellemesebb a hőmérséklet, nem tűz agyonra a nap, és kellemesebb a túra is maga. És akkor haladok tovább, hogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a túrát, és szépen haladok befelé itt a Cuha völgyébe tulajdonképpen. Hát a mai napon ugye valójából itt fogok mindvégig túrázni, itt a Cuha völgyében, illetve majd később a Cuhaszurdokban. Hát igen, hát arra majd beljebb nyilván jó sokan lesznek, mert azért ugye az eléggé fölkapott hely, a Cuhaszurdok, tehát eléggé felkapott, és főleg ilyenkor jó idő is van, péntek is van, mert nyilván ugye lesznek rajtam kívül még jócskán, na de kit érdekel, engem biztos, hogy nem, úgyhogy haladok tovább. Na gyerekek, azért itt a kellemes hőmérsékletben sokkal jobb gyalogolni, mint a tűző napon. Igaz, nem túrabakancs van rajtam, hanem egy egyszerű gumipapucs, vagyis műanyag papucs. Tudom, nem alkalmas a túrázásra, tisztában vagyok vele, csak hát ugye itt majd jó párszor át fogok gyalogolni a Cuhapatakon, és ugye így egyszerűbb. Tehát egyszerűen csak belemegyek a vízbe, és átmegyek a Cuhapatakon, és ennyi. Tehát nem kell itt most nekem hidakat, meg mindenféle farönkökön át egyensúlyozgatnom, meg köveken lépkednem, hogy nehogy véletlenül vizes legyen a lábam. Hát azért is van rajtam ez a gumipapucs tulajdonképpen, vagyis műanyag papucs, ezért is van rajtam, hogy ugye majd simán belegázolok a vízbe, azt csókolom, majd szépen átkelünk a patakon több ízben is. Tehát nem csak egyszer fogok átkelni a patakon, hanem egy csomószor át fogok rajta gázolni. Na, gyerekek, és akkor haladok tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen.
És ugye utoljára minden szentek napján jártam itt, még tavaly, tehát tavaly novemberben jártam itt utoljára, vagyis minden szentek napján, akkor jártam itt utoljára, legalábbis így gyalogosan, akkor jártam itt utoljára. Hát persze közben már többször is voltam erre, nyilván vonattal, tehát több alkalommal is végighaladtam már itten, de nyilván vonattal, de így gyalog formában, tehát így gyalogosan utoljára tavaly novemberben jártam itt, minden szentek napján. Készült is videó, nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen! És akkor haladok befelé itt a Cuha völgyébe tulajdonképpen. Tehát szépen haladok befelé a Cuha völgyébe. Hát ugye valójában a mai kis túrám az erről fog szólni, semmi másról, hogy végighaladok itt a Cuha völgyében, illetve a Cuha szurdokon, Zirctől egészen Vinyéig, ami nagyjából olyan 15 kilométer, hát igen, nagyjából ez ilyen 15 kilométer, hát egy jó kis túra lesz végül is, egy jó kis túra fog ebből majd kerekedni. Na de haladjunk is tovább. Na, gyerekek. Hát szépen haladok tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát szépen folytatom tovább a túrát. Itt a Cuha völgyében. Amúgy a piros sávon haladok, ha még nem mondtam volna. De szerintem már elmondtam. Tehát itt haladok a piros sávon tulajdonképpen. És valójában mindvégig ezen a piros sávon fogok haladni egészen Vinyéig. És itt halad végig a piros sáv túraútvonal Zirctől Vinyéig. Tehát itt halad végig a piros sáv, ami egyébként a, ha jól tudom, a Közép-Dunántúli piros sáv, ha jól tudom, de ha esetleg tévednék, akkor nézzétek el nekem, vagy írjátok meg kommentbe, hogy hülyeséget beszélek. Na de haladjunk is tovább. Aj, de kellemes itt a hőmérséklet, gyerekek. Még sincs itt az a pokoli meleg, mint a kardos réten volt. Tehát még sincs az a őrületesen nagy meleg itten. Tök kellemes itt a hőmérséklet. Ezért is gondoltam, hogy a mai napon eljövök ide, és itt túrázok egyet, mert ebben tisztában voltam, hogy itt kellemes a hőmérséklet, itt a jó kis hűvös Cuha völgyben. Úgyhogy haladunk is tovább, természetesen. Tehát folytatom tovább a túrát. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! Közben nézem, hogy jönnek-e mögöttem, de szerintem igen, mert szerintem vannak mögöttem. Na de, haladjunk előre felé. Na, gyerekek, szépen haladok itt előre, itt a Cuha völgyében. Nagyszerű. Hú, gyerekek, tök kellemes itt a hőmérséklet. Nincs az a pokoli hőség itt a hűvösben. És ez remélem, hogy egész végig így lesz, hogy ilyen kellemes hűvös idő van itt. Hihetetlenek vagyunk mi emberek, hogy amikor itt a meleg, akkor menekülünk a hűvösebb helyekre, amikor meg hideg van, vagyis tél, akkor meg megyünk ugye a napra. Hihetetlenek vagyunk mi emberek. Na, de megyünk előre felé természetesen. Hát mostanában itt se volt eső, ahogy elnézem. Eléggé poros az út. Hát mostanában itt se volt eső. Így ránézésre. Eléggé poros itt az út.
Na, gyerekek. És akkor szépen haladok tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Hát folytatom tovább a túrát. Itt a piros sávon. Hát igen. Tök kellemes idő van itt. És tavaly nyáron is jártam itten, tehát tavaly nyáron is voltam itt, arról is készült természetesen videó, nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen, mert tavaly nyáron is jártam itt, meg most is itt vagyok, így egy évvel később, sőt, utoljára ugye november 1-én jártam itt, vagyis minden szentek napján, akkor jártam itt utoljára, így gyalogosan. Hát vonattal természetesen voltam itt többször is, mert amúgy a vasútvonal az itt van, tehát maga a vasútvonal az itt van, ahogy látható ezen a felvételen. És ugye ez nem más, mint a 11-es számú vasútvonal, vagyis Bakony vasút, közismert nevén. Tehát itt van. Tehát itt van amúgy a Bakony vasút. Tehát itt van teljesen mellettem tulajdonképpen, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Ugye én abból az irányból jövök, arra felé van Zirc, tehát abból az irányból jövök, arra van Zirc, és itt van mellettem ugye a 11-es számú vasútvonal, tehát az konkrétan itt van mellettem, hogy láthassátok ezen a felvételen, tehát ugye ez itt a 11-es számú vasútvonal, közismert nevén Bakony vasút, és akkor haladok is tovább természetesen, itt a piros sáv túraútvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább. És szépen haladok befelé itt a Cuha völgyébe tulajdonképpen. Tehát szépen haladok befelé itt a Cuha völgyébe. És igen, tök kellemes itt a hőmérséklet. Még ez a kellemes szél is hozzá lengedezik. Tökéletes. Na, gyerekek. És akkor szépen megyek előre felé, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát szépen haladok előre. Hogy érződik a olajos talpfáknak a illata, szaga. Rendesen érződik az olajos talpfáknak a szaga, illata. Hát eléggé durva kövekkel van itt végig szorva az út, és ebbe a gumipapucsba ez nem a legkellemesebb, itt gyalogolni rajtuk. Megyünk le itt a kellemes hőmérsékletbe, megyünk befelé. Hát gyerekek, királyság, mármint az idő itten, tehát az idő itt király, konkrétan király idő van itt, nincs az a pokoli hőség, mint a tűző napon. Azért ez így sokkal a kellemesebb. Na, gyerekek, és akkor szépen folytatom tovább a túrát, természetesen haladok tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a túrámat itt a Cuha völgyében, szépen haladok befelé.
Amúgy így néz ki a környezet. Tehát konkrétan így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát így néz ki a környezet. Tök szép amúgy. Tehát így néz ki maga a környezet. És akkor haladok tovább. Na, gyerekek. Megyünk tovább természetesen. És mivel, hogy ez a videó már több mint 20 perce megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, azt természetesen díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen! És hamarosan fogom folytatni ezt a túrát, nyilván majd egy következő videóban. Remélem, hogy a következő videóban is velem tartotok, ha már eddig velem tartottatok. Akkor bízok benne, hogy a soron következő videóban is velem fogtok tartani. Úgyhogy egyelőre zárom ezt a videót, és hamarosan folytatom ezt a túrát, nyilván majd egy következő videóban. Remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani. És én majd a továbbiakban arrafelé fogom folytatni a túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de ez majd egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici, a Cuha völgyéből. Sziasztok!